A NAV épületének tetőfelújítására kerül sor, melyet központi közbeszerzési pályázaton nyert el a megyei intézmény. Így július 6-ától a Szabadság tér helyett az Egyház utca 13 szám alatt a kormányhivatal épületében intézhetik ügyeiket egyelőre beláthatatlan ideig. Változatlan ügyfélfogadási idővel várjuk továbbra is az ügyfeleinket a megszokott ügyrendben. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől szerdáig hosszabbított nyitvatartással, tehát egészen 18 óráig, 8 óra 30 perctől várjuk az ügyfeleket. Kedden, csütörtökön délig, szintén 8 óra 30-tól, pénteken pedig 11 óra 30-ig állunk az ügyfelek rendelkezésére. Az elektronikus ügyintézést igyekezzenek előtérbe helyezni, hiszen továbbra is csak azokat az ügyfeleket engedjük be, akiket ügyintéző tud fogadni. Tehát tekintettel arra, hogy ugye a maszk viselése, illetve a távolságtartás továbbra is elő van írva, mi is igyekszünk az ügyfélszolgálatokon ezt betartani. A felújítási munkálatok, mint említettem, előreláthatólag hónapokig fognak elhúzódni, tetőfelújítási munkálatokról beszélünk egyébként, úgyhogy valószínűsíthető, hogy ez idő alatt az Egyház utcán fogjuk fogadni végig az ügyfeleket. Az ügyfélforgalom az utóbbi hetekben az adóigazolások kiadása miatt megnövekedett, de mostanra lecsengeni látszik, és vége az adóév fontos eseményeinek is. Így vélhetően kevesebb ügyfelet érint majd a helyszínváltozás.